Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhét adását látják. Nézzük főbb híreinket röviden. Gyermekvédelem és homlokzatfelújítás, többek között ezekről döntött a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. Fény az éjszakában, megújult a közvilágítás halászhomokon. Nemzetismereti tábor, határon túli gyermekek vendégeskednek Sátoraljaújhelyen. Átfogó gyermekvédelmi programot dolgoztat ki az önkormányzat, folytatódik a belvárosi magántulajdonú lakóépületek homlokzatfelújítási programja, és megszűnik az ingyenes parkolás a sétáló utcán. Többek között ezekről határozott ma a Sátoraljaújhelyi képviselőtestület. Mintegy 30%-kal nőtt a 0-3 éves korú kisgyermekek száma tavalyhoz képest, ugyanakkor egyre több a hátrányos helyzetű kiskorú Sátoraljaújhelyen, hangzott el a gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolóban a képviselőtestület ülésén. Szamosvölgyi Péter polgármester úgy fogalmazott, egy településnek akkor van jövője, hogyha az ott élő leghátrányosabb helyzetű gyerekek is képzettséget szereznek, ezért a város továbbfejleszti eddig is kiválóan működő gyermekjóléti hálózatát. Átfogó programot dolgoztat ki a szakemberekkel, hogy minden hátrányos helyzetű gyermeket be tudjanak vonni a rendszerbe. A feladat a polgármester szerint is nagyon összetett. Van, ahol segíteni kell, van, ahol rendre utasítani kell, van, ahol ösztönözni kell, akár ösztöndíjjal is, van, ahol pedig azt kell mondani, hogy a gyerek fejlődése szempontjából nem jó ott az a család, abban a családban az élet, ahol van, mert nem biztosítottak a fejlődéshez a körülmények, na akkor máshol kell élnie. Ez a legnehezebb feladat, de hogy a gyerek szemszögéből nézzük, akkor lehet, hogy mégis ez a megoldás. Az önkormányzat döntött arról is, hogy bővíti a támogatható utcák körét a belvárosi magántulajdonú épületek homlokzatrekonstrukciós programjában. A Kazinczy utca páratlan oldalán az 1-estől a 65-ösig, páros oldalán pedig a 2-estől az 52-es ház számig pályázhatnak a lakók vagy lakóközösségek. Módosult a beadási határidő is. A pályázatokat június 15-éig fogadja be a polgármesteri hivatal. Bízunk benne, hogy egy kicsit kedvet tudunk csinálni a társasházaknak, vagy teljes egészében egy tulajdonossal bíró ingatlanok tulajdonosainak ahhoz, hogy ezzel a pályázattal éljenek, ami két részből áll. Egy része visszatérítendő kamatmentes önkormányzat támogatás, és abban az esetben, hogyha műemléki védelem alatt áll az ingatlan, akkor van ennek egy vissza nem térítendő támogatási forma is. A város minden éven 4 millió forintot különít el erre a célra. A képviselők többek között arról is döntöttek, megváltozik a parkolás rendje a sétáló utcán. Az eddigi ingyenesség helyett az első órát is fizetőssé teszik, 150 forintba kerül majd a díszburkolaton történő megállás. A Sátoraljaújhelyi önkormányzati képviselőtestületi ülést ma este közvetlenül a hírhét után teljes terjedelemben megtekinthetik itt a Zemplén Televízióban. Új közvilágítási lámpákat szerelt fel és teljesen felújította a hálózatot a Sárospatakhoz tartozó halászhomokon az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató. A munkák elvégzése időszerű volt, a berendezések egy része ugyanis már 50 éve működik itt. A halászhomoki beruházás első lépése annak a fejlesztési programnak, amelynek során a szolgáltató valamennyi faoszlopos berendezését lecseréli. Mostantól vadonatúj lámpák csillognak majd esténként halászhomokon. A Sárospataki település részen szinte új áramhálózatot kapott a lakosság. Átépítették a transzformátor állomást és a hozzá kapcsolódó kisfeszültségű hálózatot is. A május elején elkezdett munkálatok 11 millió forintba kerültek. A korszerűsítésre már nagy szükség volt. Erre azért volt szükség, mert ez a hálózat körülbelül a falu villamosításkor épült, körülbelül 50 évvel ezelőtt. Az eltelt időszakban karbantartások és kisebb rekonstrukciók történtek a hálózaton, de átfogó, teljes mértékű beavatkozás nem. Tehát az állaga indokolta leginkább, és hát ezzel nyilván az üzembiztonságot szerettük volna javítani. A hálózat kiépítésével együtt a közvilágítási lámpákat is korszerűsítette az áramszolgáltató. A munkákat az Émász két saját cégrésze külön-külön finanszírozta. Ez azért történt így, hogy a közvilágítást is átépítettük, mert így volt célszerű, hogy az új hálózaton ne maradjanak fenn a régi, elavult, rossz állagú lámpatestek. Tehát ide is korszerű, kompakt fénycsöves lámpatesteket szereltünk fel.
A fejlesztésnek köszönhetően halászhomokon biztonságos hálózatot használhatnak mostantól a fogyasztók. A fejlesztésnek azonban jelentős társadalmi haszna is van. A közvilágítás megújítása jelentősen javítja a település részen élők biztonságérzetét. Nagyon szépen köszönjük az Émelszenyertének, hogy hozzájárult azzal, hogy a lámpatesteket lecserélték. Egy az, hogy korszerű lámpatestek kerültek felszerelésre, tehát az önkormányzatnak a büdzséjét is. Így igaz, hogy kismértékben, de javítja. A másik az, hogy nagyon elavultak voltak azok a lámpatestek, amik ezelőtt fent voltak, ezért nagyon sok meghibásodás volt. Ugye itt az éjszakai órákban elég nagy mozgás van a településen, így a közbiztonságot valamilyen szinten is érinti ez a fejlesztés. A halászhomoki fejlesztés csak az egyike volt azoknak a hálózatfejlesztési beruházásoknak, amelyeket a szolgáltatási területen tervez a vállalat. A közeljövőben több más elavult hálózattal rendelkező településen hajtanak végre a halászhomokihoz hasonló fejlesztéseket. 4 országból érkezett az a 30 gyermek abba az ifjúsági táborba, amelyet a Sátoraljaújhelyi önkormányzat szervezett. A gyermekek az itt töltött 5 nap során nem csak a helyi nevezetességeket ismerik meg, de Budapestre a Sándor palotába is eljutnak. Sokan közülük életükben először. Ennek a várnak ugye a hegy meglehetősen meredek, a fejlesztése, a lehetőségei, a növelésre meglehetősen behatároltak voltak. Rendhagyó történelem órán vázolta a határon túli gyermekeknek Szamos Völgyi Péter polgármester a város és a vidék történelmét. Az önkormányzat támogatásával szervezett nemzetismereti táborban 3 szomszédos országból érkezett gyermekek és sátoraljaújhelyi diákok együtt vettek részt. A tábor nem csak a szórakozásról szól, a résztvevők a városról, a térségről, Magyarországról szerezhetnek olyan ismereteket, melyek a nemzettudatot, az összetartozás érzését erősítik meg bennük. Bárhova megy az ember kirándulni, azért benne van az alapvető kíváncsiság, hogy milyen évszázadai voltak annak a vidéknek, annak a városnak, és hogy milyen jelenje és milyen jövője lehet. A tábort a novemberi jótékonysági es bevételeiből, vállalkozói segítséggel, valamint önkormányzati pályázatból finanszírozzák. Az erdélyi Sóváradról, a szlovákiai Borsiból és a szerbiai Óbecséről és a Sátoraljaújhelyből érkező gyerekek bejárták a vidék nevezetességeit, történelmi helyeit. Nagyon hatalmas programot készítettek nekünk a szervezők, minden nap valami új tudással gazdagodunk, élményekkel gazdagodunk, és egyszerűen jó érezzük magunkat. A határon túli gyerekeknek a magyar történelmi nevezetességek, a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi vár jelentettek különleges élményt. Nagyon szép helyekre látogattunk el, és nekem eddig a magyar történelem tábor és a vár, ahol voltunk, a Kurucvár, azt tetszik legjobban. A tábor célja, hogy a gyermekeken keresztül segítse a város a határon túli magyarságot. Még a határhoz közeli településeken is, mint például a Borsiban élő magyar gyerekeknek is fontos, hogy részt vegyenek az anyaországi táborban. Nálunk is a faluban csak 2 gyerek jár magyar iskolába, én is egy fiúcska, aki hát ennyi így a magyarság. Nehéz magyarnak lenni. Akkor is, ha a falu magyar. Persze a sok tanulnivaló és az új ismeretek átadása mellett a szervezők nem feledkeztek meg arról, hogy a tábor résztvevői gyerekek. Így az 5 nap alatt a fagyizástól a kalandparki mulatságokig számos vidám és szórakoztató programot biztosítanak nekik. Egyre csökken a gyermeklétszám Sárospatakon, de az önkormányzat kisebb átszervezésekkel tudja biztosítani, hogy pedagógust ne kelljen elbocsátani a városban, hangzott el a Város Humánbizottságának ülésén. A törvényi változásoknak köszönhetően az iskolákban minden osztálya tervezett létszámmal indulhat, az óvodákban pedig emelkedik a csoportlétszám. Összesen 123 diák iratkozott be az első osztályba az idén Sárospatakon. Itt 2 egyházi és 1 önkormányzati fenntartású általános iskola közül választhatnak a szülők. Az idén több változás is befolyásolta az intézményi gyermeklétszámot. A köznevelési törvény a 8. életévüket még be nem töltött gyerekek számára is kötelezővé tette az iskolakezdést, így a tervezett létszámkeretet mindhárom iskolában sikerült teljesíteni. 24 fő tényleges fő, illetve 17 tényleges fő van mindkét, vagy vannak az osztályokban, ez azt mondom, hogy jó dolog. De azt azért tudni kell, hogy Sárospatak lakossága
fogy, illetve fogy a született gyermekek száma is, és ez a jövőben én azt gondolom, hogy meg fog változni, és félő lesz, hogy hogyan fogjuk tudni teljesíteni a minden évre elvárt két osztály beindítását. Az óvodák is teltházzal működnek a városban. Az önkormányzati fenntartású Karolina óvoda is bölcsödében a teljes létszám összesen 11,5 csoport indítását tenné lehetővé, emiatt a csoportokban a maximálisra, azaz 30 főre kellene emelni a létszámot. Ez pedagógiai szempontból ugyan vitatott, de munkahelyek vesztésével nem jár, és az óvoda vezetése is elfogadható megoldásnak tartja. Most igazolódik be az a létszámracionálizási tervünk, amit már tavaly elkezdtünk, hogy az intézményvezetőknek ki lett adva ennek a tervnek a teljesítése is jóvá, tehát hogy véghez vigyék ezeket a terveket. Így itt most létszám leépítéssel nem számolunk. Tárgyalt a bizottság a Vai Miklós szakképző iskola fenntartóváltásával kapcsolatos szerződés módosításáról is. Erre azért van szükség, mert az iskola tankötelezettségi tervet is teljesít. Sárospatakról és a térségből a tankötelez gyerekeket kötelező ide felvenni. Fenntartói jogátadásáról szóló szerződés tervezetbe szeretnénk, hogyha beépítésre kerülne az a megjegyzés, hogy a feladatokkal együtt az átvevő, tehát a Tiszáninai Református Egyház a feladatokkal együtt átvenni az iskola számára jelenleg meghatározott kötelező felvételi körzetet. Ez a mi esetünkben gyakorlatilag a jelenlegi sárospataki kistérség területét, illetve a jövőbeni járás területét jelenti. A képviselőtestület pénteki ülésén dönt majd a szerződés módosításáról. A szőlőkhöz vezető dűlőutak felújítására pályázni fog a sárospataki hegyközség. Erről döntöttek a legutóbbi közgyűlésen a szőlősgazdák. Az ülésen a termelők tájékoztatást hallhattak az aktuális növényvédelmi feladatokról is. A sárospataki hegykörséghez tartozó utak az utóbbi években nagyon elhasználódtak, egy részük szinte már járhatatlan. Ahhoz, hogy a hegykörség területén útfelújításra tudjanak pályázni a gazdák, három település, Sárospatak, Hercegkút és Tolcsva vezetőivel kell egyeztetni a lehetőségeket, hangzott el az ülésen. El kellene kezdenünk elméletben, illetve félig gyakorlatban elkészülni azokra a pályázati lehetőségekre, amit most sajnos időhiányában nem tudtunk beadni, mivel az önkormányzatoknak egy hónap állt rendelkezésére a külső külterületi utaknak a javítására, amire egész jó százalékú támogatást lehetett volna nyerni. És itt a polgármesterekkel beszélve, leülve úgy egyeztünk meg, hogy elkezdjük a felkészülését ezekre a lehetséges következő évi pályázatokra, hogyha ilyenek megjelennek, akkor rögtön és azonnal tudjunk lépni. A szükséges önerő előteremtésében a hegyközség is szerepet vállalna. Hamarosan egyeztetést kezdenek azokkal a szőlőtulajdonosokkal is, ahol nem adázható tovább az utak kijavítása. A közgyűlésen emellett szó esett az aktuális növényvédelmi feladatokról is. Ilyenkor a növényvédelem az egyik legfontosabb része a dolognak. Hát az éven kevés atka veszély volt, úgyhogy arra a permetezésnél ez könnyített a dolgom, mert ennek elég drága a növényvédőszere. Általában ezeket szoktuk megbeszélni, ilyenkor a legfontosabb a növényvédelem, talajművelés az mindenki magáról bízza, hogy kinek, hogy szimpatikus. A gazdák több jogszabályi változásról is tájékoztatást kaptak az ülésen. Módosult a hegyközségi törvény, emellett változott az ügyviteli szabályzat és a hegyközségi rendtartások egységesítése is. Mind a háromba voltak módosítások, és elég jelentős módosítások. Egyet hadd emeljek már ki, mert azt hiszem, hogy ez a későbbiekben fontos szerepet fog betölteni. Ugye, hogy eddig mindenféle meghatalmazással jöhettek össze-vissza emberek a közgyűlésekre szavazásra, amikor tisztségviselők választása volt, ez most megváltozik, mindenki csak saját jogon, illetve a cégek által megbízott embereink keresztül szavazhatnak. A sárospataki hegyközség feladatai az elmúlt éven is bővült. Az országban a legtöbb gazdasági aktaszám a pataki hegyközség területén van. Ennek a kezelését is a munkatársak látják el. Sportnapot szerveztek a tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak a Deák úti általános iskolában. Az iskola a szlovákiai és sárospataki társintézményének diákjait is meghívta a játékos délelőtre. Focizni, lovazni, játszani,
Ilyen programokkal várták a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket a Sátoraljaújhelyi Városligetbe, ahol a Deák úti általános iskola szervezésében sportnapot szerveztek. A rendezvény lassan hagyománnyá és nemzetközivé is válik. A sárospataki és szlovákiai nagykaposi hasonló intézmények diákjai közösen vesznek részt benne. Tavaly Sárospatak hívott meg minket egy foci mérkőzésre, és mellette sorversenyekre, most mi visszahívtuk őket, és két évvel ezelőtt pedig a határon túlról nagykaposi speciális iskola hívott meg egy kulturális rendezvényre minket, ami állt énekből, táncból, de sportos részekből is. A kötetlen formában megszervezett találkozót pedagógiai céllal rendezik. A szakemberek szerint ugyanis a játékban, sportban szerzett pozitív élményeket később a tanulásban is hasznosíthatják a gyerekek. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Nagyon fontos ez a gyermekeinknek. Mi is rendezünk hasonló eseményt Szlovákiában. A legközelebbi kulturális és sportnapunk június 7-én lesz. A fiúk már nagyon készültek a foci meccsekre. Ma más, ismeretlen csapatokkal is összemérhetik erejüket. Úgyhogy ez nem csak egy jó kapcsolatteremtés mások felé, hanem igazából egy ilyen önismereti próbatétel is számukra. Az ügyességi és sportjátékok mellett idén különlegességet is kínáltak a szervezők. Az egyik helyi szálloda és egy közeli lovastanya hozzájárulásának köszönhetően a bátrabbak kipróbálhatták a lovaglás élményét is. És most nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Gyermekvédelem és homlokzatfelújítás, többek között ezekről döntött a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. Fény az éjszakában, megújult a közvilágítás halászhomokon. Nemzetismereti tábor, határon túli gyermekek vendégeskednek Sátoraljaújhelyen. Kedves nézőink, híradónk végén köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket, viszontlátásra!